A következő beszélgetés elég két mondás jut eszembe, vagy szeretnék betűzni. Az egyik, hogy nyilván színház az egész világ, talán ez egy kicsit elcsépelten is hangozhat, de talán a másikat azért kevesebben ismerik. Aki masztixot szagol, elkárhozik a színház nélkül. Köszöntöm a stúdióban Illés Györgyit, egy mostan alakuló, induló dabasi színjátszókör vezetőjét. Szervusz, köszöntünk! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Hát egyrészt nagy örömmel és szeretettel olvastam a hírt, másrészt meg rengeteg, rengeteg kérdés felmerült bennem. Nyilván színjátszókör, kis színészeket akartok-e képezni, mikor és hogy, milyen keretek között, a magatok örömére, hol lehet majd megmutatkozni, milyen induló darab, előbb akarod őket látni, hogy alakul majd a társulat, tehát rengeteg, rengeteg kérdés van. Aki kísér minket figyelemmel a Facebookon élőben, az látja, hogy egyébként könyveket is hoztál, természetesen ennek is lesz majd jelentőség a beszélgetésből, pontosan ki fog derülni. Tehát rád borítottam rengeteg kérdést, de kezdjük az elején, Illés Györgyi. Honnan ismerhetünk? Egy kicsit mutasd be magad, kérek az életutadat, honnan, hova, hogy kerültél Dabasra? 20 éve élek Dabason, illetve lakom Dabason, azt szoktam mondani, hogy Dabason lakom, de Budapesten éltem eddig a pandémiáig. Ott dolgoztam, és én 1990-ben végeztem a színház és filmművészeti, akkor még főiskolán, most már egyetemen színészként, és aztán 20 évig a Budapesti Katona József Színházban voltam színész. Aztán úgy hozta az élet, hogy a, a színészi pályám mellett elkezdtem tanítani a Színház és Filmművészeti Egyetemen úgynevezett színészi beszéd, művészi beszéd tantárgyat, és ezt hát ezt is majdnem 20 évig mert 17 évig tanítottam, zeneakadémián is, énekeseket. Montág Imrét ismertett személyesen? Montág Imrével pont elkerültük egymást, mert sajnálatosan pont abban az évben hunyt el, amikor engem felvettek. Úgyhogy sajnos nem találkoztunk, és nem taníthatott engem, de nagyon sokszor visszatér a neve, oh. és az ő szellemisége az életemben, ugye, hiszen beszéddel foglalkozom és volt is egy ilyen nagyon, nagyon megható mondata valakinek, hogy azt mondták, hogy Montág Imre volt a logopédusok között a legjobb színész, és én vagyok a színészek között a legjobb logopédus. Na ez, jó, hát ez nagyon jó. Ez is nagyon jó és lopható. Én nekem azért maradt meg Montág Imre, mert olyan nehéz mindig elmondani, hogy honnan és mint való vagyok én, és akkor az inárcs kakucs kehida, kehes lett a kisgida, innen azért sok a beszédtechnikával foglalkozó ember ezt meg tudja jegyezni. Na, inárcsi vagyok. Na, de folytassuk tovább, tehát beszédtechnika és tanítás a főiskolán. Igen, és aztán írtam az egyik könyvemet, ami itt is látható, annak az ősét, aminek az volt a címe, hogy Beszéd egy, és ezt a könyvet a Színművészeti Egyetem számára írtam. Ott jártam doktori iskolába, és a Színművészeti Egyetem számára dolgoztam ki egy olyan beszédtanítási módszert, ami egy picit más volt, picit új volt, mint az addigiak. És ennek nyomán született meg ez a könyv, és az nagyon érdekes volt, hogy bár színészeknek írtam, meg énekeseknek írtam, de egyáltalán nem ők kezdték el forgatni, ahogy ez lenni szokott, mert azért a színész nem gyakorlatias ember, tehát nem könyvből szereti tanulni a mesterséget, hanem nyilván gyakorlatból, de elkezdték ezt például vállalatvezetők olvasni, és mindenféle vezetők, és akkor elkezdtek keresni engem, úgyhogy a másik láb, amit amit kifejlesztettem, és azóta egy coach képzést is elvégeztem, az egy tulajdonképpen egy kommunikációs coaching, és mióta nem játszom, azóta ezzel foglalkozom a saját cégemben, vezetőket képzek. De mindent, amit ebben tudok, azt mind a színházból hoztam. Úgyhogy ez kapcsolódik a színjátszókörhöz is. Nyilván erre majd ki fogunk térni, és egyébként nekem is személyes meggyőződés, amit nem arról van szó, hogy színészeket képez, az vagy színészként képzeli el magát, aki egy ilyenre jelentkezik. Rengeteg gátlásos gyerek jön azért, hogy ezeket a gátlásokat levegye, hogy megtanuljon kellő módon kommunikálni, és hogyha ebbe behozzuk a pedagógikát, akkor még-még sokkal szertágazóbb történetről van szó. Amit kérdezik, nyilván egy csomó dolog érdekel, de akkor a coach talán ez volt az uh -huh. utolsó gondolat. Hogy itt a beszéd, a kommunikáció szépsége, hogy milyen fontos szépen, jól beszélni jelentkezik az üzletembereknél, uh -huh. ezeknél a cégvezetőknél, vagy pedig a kócs itt azért ennél sokkal többet jelent. Sokkal többet jelent, de ebből indul ki. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek a hangjában, a tekintetében, a mozdulataiban benne van a személyisége. És hogyha a személyiség fejlesztéshez akarunk hozzányúlni, akkor ahhoz kívülről tudunk hozzányúlni. Ugye ezt szokták is mondani, hogy bel belülről, lehet motivációt építeni csak saját magadnak, de kívülről a viselkedéseden keresztül, a kommunikációdon keresztül rengeteg mindent meg lehet tanulni, ami hat a belső építkezésedre. Úgyhogy így függ össze a kettő, hogy személyiségeket fejlesztek természetesen a vezetésen keresztül és a kommunikáción keresztül. Közelítünk a színpad felé, beszédtechnika, művészi beszéd, színpadi beszéd. Nem tudom, Gondolom, hogy találkoztál már te is azzal, hogy van a, a túl szép beszéd sem feltétlenül célra vezető, elsősorban filmeken, de azért a színpad is le tudja dobni hogy lehet ezt mondani? Nekem annak idén azt mondták, hogy nyilván egyfajta szép, túlzó szép beszédre kell törekedni, mert amikor nem figyelünk rá, nyilván ebből kevesebb lesz, és na valahol ott a, ott a, jó, ott az igazság. Ott van valahol a kettő között, amikor az egyetemen tanítottam, akkor az első év arról szólt, hogy szépen tanuljanak meg beszélni. Tehát az alap az mindenképpen az, hogy tudj szépen beszélni, aztán utána elrontottuk ezt egy kicsit, és azt szoktam erre mondani, hogy utána kell jól beszélni. Tehát először szépen, és csak ha szépen tudsz beszélni, onnantól kezdve tudsz majd jól. Tehát tudsz egy karaktert megformálni, akár egy beszédhibából. Vagy, vagy egy rossz hangból, de akkor már tudod, hogy mit csinálsz a rendszerrel. Ez kicsit olyan, mint amikor a bohóc ugye a legjobb artista, hogy eljátsza, hogy ő milyen ügyetlen. Tehát ez valami ilyesmi. Igen, igen, igen. És akkor valójában az, amikor az élő beszédet visszük fel a színpadra, ott már egy míves, a beszédét egyébként jól kezelni tudó szakemberről beszélünk, mint színészről. Igen, így van. Na, és akkor közelítsük, még fókuszáljunk jobban erre a színjátszó csoportra. Hogy képzeled el, kiket vársz, hol lehet jelentkezni, mikor lesznek a foglalkozások? Van egy Facebook ö, csoportja, vagy oldala már ennek a színjátszó csoportnak, kördabason ez a címe. Egyelőre furán hangzik, de ennek is van jelentőség. Igen, mert hogy megkértem a kedves. Ö, hallgatókat is megkérem most, hogy adjunk nevet ennek a színjátszókörnek. Lehet írni neveket, lehet aztán majd szavazni a legjobb nevekre. Ez a Halász Moritz kúriában lesz majd, április 7-én indul, csütörtök esténként lesz 7 órától, két órányi időben, tehát 7-től 9-ig, és 16 év fölötti Felnőtteket várok. Van egy kis film is, amit készítettünk, és abban abban azt mondjuk, hogy 16 és 116 éves kor közötti felnőtteket várunk ebbe a színjátszókörbe. Akkor ki lehet osztani elég sok szerepet, hogy a 16 és igen, igen idősek is jelentkeznek. Már mersz esetleg valamiben gondolkodni, vagy nyilván előbb megvárod a, az anyagot, hogy kik érkeznek, milyen, milyen karakterek, milyen tudással, milyen előképzettséggel, esetleg milyen lelkesedéssel nem utolsó sorban? Én először megvárom természetesen, mert nagyon sokféle irányba mehetünk. Há, Arapvetően három irány van a fejemben. Az egyik, amiről beszéltünk is, hogy az életben, a munkádban olyan skilleket, olyan készségeket, képességeket tudj hasznosítani, tudj fejleszteni, amely az élet minden területén segít neked. Tehát megtanulsz ülni, állni, beszélni, kommunikálni, megtanulsz érezni, megtanulsz a másikból, a tekintetéből, mozdulataiból nagyon sok mindent leolvasni. Megtanulsz figyelni, megtanulsz befelé és kifelé figyelni. Ez az első és legfontosabb talán. És, és még van egy nagyon fontos dolog. Itt a beszélgetés előtt említettem neked, hogy ma van egy színház színháztörténet, egy magyar színháztörténeti jelentőségű nap van ma hiszen az én volt osztályfőnököm, a mai magyar színház történet legcsodálatosabb és legbölcsebb alaki a szinetár Miklós, ma ünnepli 90. születésnapját, úgyhogy innen is köszöntöm. Én már reggel felköszöntöttem, azzal indítottam a napot, és el fogom küldeni neki a műsor felvételét, mert biztos, hogy szeretettel meg fogja hallgatni, úgyhogy innen is köszöntjük őt, és ő egy nagyon fontos dolgot, nagyon sok fontos dolgot mondott nekünk, és azt gondolom, hogy az ő tanításaiban legalább 70-80% nem a színházról szólt, hanem az életről szólt. A, nagyon sok mindent tanultunk persze a színházból is, de a legfontosabb mondata, két mondata az az volt, hogy tudjátok-e, hogy mi az élet értelme. Kettő értelme van az életnek. Az első az, hogy legyünk boldogok. A második pedig, hogy tegyünk boldoggá másokat. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem. És így visszatérve a színjátszókörre, ilyes, tehát hogyha egy mondatban meg kéne fogalmazni, hogy a színjátszókörnek mi a lényege, hogy legyünk benne boldogok, és tudjunk másokat is boldoggá tenni. Most amit ad... Ugye egyrészt ezeket a készségeket, képességeket fejleszti, amiről beszéltünk. A másik pedig egy lelki jelentőségű dolog. Tehát azt gondolom, hogy akár, hogyha a pandémiára gondolsz, akár, akár a világ gazdasági helyzetére, a világpolitikára, a, a környezetszennyezése, tehát egy elképesztően széteső világban vagyunk. Ami természetes, mert a világ néha szétesik, aztán megint összeáll, aztán megint változik, aztán megint egy emelten szinten történik vele valami, de most egy széteső világban vagyunk, és azt látom, hogy az embereknek óriási szükségük van, mint kócs is látom, óriási szükségük van közösségre, beszélgetésre, önismeretre, találkozásra, egymás tekintetébe, elmerülésre, figyelemre, koncentrációra, tehát egy csomó olyan lelki dologra is, ami, amiért szerintem érdemes színházat csinálni. Nehéz megfogalmazni egyébként bátorításra és sikerre is gondolom, hogy sikere van, szüksége van az embernek, de itt gondolok itt olyan dolgokra nyilván a színjátszókör munkájának, vagy majd neked is a munkát, kis etüdő, kis jelenetek összehozása, és aztán kérni őket, hogy mutassák be, és abban megfogalmazhatatlan, hogy mitől lesz egy jelenet sikeres, de hogy ott, ha van sikerélmény, az mennyire nagyszerű és csodálatos. Persze, hát lenni. itt önismeret, sikerélmény, önbizalom, építés, tehát ez nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy elsősorban erre jó, de nem titkolt szándékom az is, hogy, hogyha a városnak lesz erre érdeklődése, és szerintem lesz, miért ne lenne, akkor, akkor ebből a kis csapatból, ami most összejön, és lényegében edukálódik a színház felé, lehet egy nagyon remek amatőr társulata a városnak. És aztán jobbnál jobb bemutatók itt lehetnek van. itt a bemutatók sor. A szabadtéri színpad, esti előadások esetleg ott hátul a zene pavilonnál, jaj, nagyon szép az a környezet egyébként is. Még annyit, amit lehet, hogy megint csak még egy ideje korán nehéz ö, elmondani, milyen irányba képzeled el. Tehát van ez a. Egy művésziesebb purszínház jelleggel üres térben eszköztelenül bemutatni valamit, vagy van a klasszikus műkedvelő színjátszórkör, amikor a papírmosé, mi készítjük a kis fakardunkat, tehát milyen típusú színházat, vagy erről még nem tudunk beszélni képzelsz el? Hát az előbb említett színetermiklós Miklós arra tanított minket, hogy sokfélét, tehát hogy ne egyféle stílus mellett tegyük le a voksunkat, és valóban ez az egyetemen nagyon sokszor hiba volt, hogyha egy nagyon nagyon egyirányú ö, személyiségű, nagyon egy egyirányú ízlési osztályfőnököd volt, akkor azt a fajta színházat tanultad meg. Nagyon sokféle volt, de valahogy minden osztály más volt. És színetárral pont azért volt szerencsénk, mert mindenfélét tanultunk. Tehát én a katonában ugye ez egy nagyon na, ö, magas színvonalú művés színház, és inkább, hogyha azt a stílust próbálnám csinálni, akkor nyilván azt mondanám, hogy az üres tér. És, a, és az ember az üres térben, ami Peter Brooknak volt a, a, a nagy találmánya. De hogyha azt mondom, hogy színetermiklós és víg opera, vagy pedig, vagy pedig operettek, akkor azt tudom mondani, hogy szép ruhák, szép világítás, és, és valódi kellékek és jelmezek. Sok mindent fogunk Á, csinálni. Várom már nagyon, hogy valami produktumot láthassunk, egy-egy próbára bepillanthassunk. A hallgatóinknak pedig akkor felhívom a figyelmét egyrészt, hogy a Színjátszókör Dabason Facebook oldal alatt várjátok a jelentkezéseket, illetve a névadó tippeket, név ötleteket. 16-tól 116-ig várjátok tehát a jelentkezőket. Így van. És akkor csak, hogy eláruljuk, hogy a könyvek sorsa mi lesz, tőled is megkérdezem a nap kérdését. Mi, mi volt az utolsó színházi élményed? Itt a pandémia alatt voltál színházban? Pandémia alatt nem. Pandémia előtt voltam, és ha jól emlékszem, az örkényben volt az utolsó színházi élményem. De streamelt előadásokba bele-bele ez, az... is, ez is ér, ez az alternatív megoldás. Mm -hmm. Én egyébként óckodtam tőled, két-három előadást is láttam itt a pandémia alatt. És milyen élményben gazdagodtál? Egészen más a színházi élmény természetesen, mint ahogy egy televíziós közvetítés is más. De másképp is veszik fel. Tehát nem az történik egy streamelt előadásnál, hogy nagy totálban fölveszik a, a színpadot, és akkor ott piciben látod az embereket, hanem nagyon komolyan felkészültek erre a színházak, és 7-8-9 kamerával közvetítették ezeket az előadásokat, nagyon jó minőségi felvételeket készítettek, és ebből lényegében kijött egy új, csúnya szóval iparág a színházak, Háznak, ami ez a felvételről látható, vagy streamelt előadások. Senki nem fogalmazta meg még ilyen jól a gondolataimat, amit mind most elmondtál. Abszolút azt gondolom, hogy a TV játéktól sokkal több, de nyilván a színháztól kevesebb ez. És gondolok itt arra, hogy tényleg alaposan átbeszélték a rendezővel, vagy az épp aktuális szakemberekkel, akár a színészekkel, hogy mire fókuszáljanak oda. Én nem tudom egyébként, hogy ezt egybe elengedik, vagy bizonyos jelenetekre vissza-vissza mennek, hogy azért az legyen meg pontosan. Ennek nem tudom a módját, szerintem hogy elképzelhető ez is az is, tehát amikor élőben felveszik, és úgy vágják, össze összeadják le, vagy pedig, vagy pedig tényleg akár jelenetekről is, hogy legyen nagyon fontos momentum megjelenítve. Hát nagyon szépen köszönöm természetesen a kedves hallgatók színházi élményeire is kíváncsiak vagyunk, szóval mit láttál utoljára a színházba? Írd meg nekünk a Facebook posztunk alá, és a György behozott írások könyvek közül sorsolunk ki a válaszolók között majd a 17 órás műsorzárásunk körül lesz hallgassatok minket gyögyének pedig nagyon szépen köszönöm nagyon sok sikert kitartást sok-sok jelentkezőt élményeket kívánok nem csak neked nyilván neked is lesz élményekben részed de a jelentkezők mindenképp megtalálják a, a számításaikat ebben a színjátsókörben köszönöm hogy itt voltál én is köszönöm